Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület mai nyilvánosülésen megjelent képviselőtársaimat, jegyzőasszonyt és munkatársait, meghívott intézmények képviselőit, helyi televízió és sajtómunkatársait, munkánk iránt érdeklődő választópolgárokat. Munkánk zavartalansága érdekében megkérek minden kedves jelenlévőt a mobiltelefonnak a kikapcsolására vagy pedig elhakítására. Megállapítom, hogy a testület ülésének összehívása az SMS-ben foglaltaknak megfelelően történt. A jelenléti év alapján megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, mind a 12 képviselő jelen van, a képviselőtestület ülését megnyitom. Most javaslatot teszek mai nyilvános ülésünk tárgyalási sorrendjének és napi rendjének megállapítására a kiküldött meghívónak megfelelően. Kérem, aki egyetért, kész felemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy mai ülésünk napi rendjét és tárgyalási sorrendjét a képviselőtestület elfogadta. És akkor rögtön térjünk is rá az első napi rendi pontra. Előterjesztés az önkormányzat 2024. költségvetését megalapozó önkormányzati rendelet alkotására. Jegyzőasszonyt kérném meg röviden. Tisztelt képviselőtestület, elérkeztünk az évnek abban a szakaszában, amikor a jövő évi költségvetés előkészítésével kell foglalkozni. Ennek egyik állomása a költségvetés megalapozó rendelet elfogadása, amelyet nyilvánvalóan a november 20-án megjelent magyar közlönyhöz igazodóan készítettünk elő. Ez a magyar közlöny tartalmazta azt, hogy december 1-től a minimálbér 266.800, a garantált bérminimum pedig 326.000 forintra emelkedik. A költségvetés előkészítése során a köztisztviselők bérének a meghatározására kerül sor ennek a rendeletnek a segítségével minden esztendőben, amikor önök tárgyalják. Látható az előterjesztésből is, hogy a kormányzat a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére folyamatos és érezhető törekvéseket valósít meg. Minden évben legalább 10% vagy annál több mértékű volt ezeknek az emelése. Ez azonban olyan mérvű változás, amely a köztisztviselői bértáblának a változatlanul hagyása mellett különböző önkormányzati beavatkozásokat is igényelt az elmúlt években is a képviselőtestülettől. Azt, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése a köztisztviselői bértáblával milyen koherencia a problémában szenved, felismerte úgy a kormányzat, mint a helyi önkormányzat. Éppen ezért a képviselőtestület az elmúlt években is úgy alkotta meg rendeletét, hogy ezeket a változásokat saját forrása terhére próbálta követni, annak érdekében, hogy az állományt konszolidálja és itt tartsa. Ha megnézik a rendeletet, megállapíthatják, hogy az előterjesztésben kimutatott alapilletményekhez igazodóan további önkormányzati kiegészítések biztosítására teszünk javaslatot a rendelettervezetben. Az elmúlt évtizedek irányadó gyakorlatának megfelelően az alapilletményekhez a felsőfokúaknál 30%, középfokúaknál 20% illetménypótlék, illetménykiegészítést javaslunk. Egyetlen egy vezetői szint van a hivatalból, 10% illetménykiegészítést javaslunk, és az önkormányzati keresetkiegészítést, melyet a tavalyi esztendőben pontosan a jelentős minimálbér és garantált bérminimum emelés miatt már önök alkalmaztak, újra javasoljuk alkalmazkodni. Számszakilag úgy javasoltuk a rendelettervezetben, hogy igazodjon a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez, és arányaiban, összességében és átlagosan egy olyan 20%-os béremelés tegyen lehetővé a közhivatalban. Ehhez igazodóan teszünk javaslatot a közterületfelügyelőknek a pótlékának a változatlanul hagyására, illetve a mérlegképes könyvelő végzettséggel rendelkezőknek egy további kiegészítő pótlék juttatására. Ami a felsőfokúak illetményét illeti, önök 2020-ban azt a nagyon méltányos és komoly változást eszközölték, hogy a 38.650 forintos illetményalapot felemelték 53.000 forintra, ebben a tekintetben 63.000 forintos javaslatot terjesztünk elő. Ez a komplex rendelettervezet teszi lehetővé, hogy értékkövető legyen a közszolgáknak a bére, akik önökért dolgoznak itt a polgármesteri hivatalban, illetve hogy ne szakadjunk le teljesen a kormányzati, más ágazati és állami tisztviselők bérétől. Kérem önöket, hogy akceptálják a rendelettervezetben, illetve az indokolásában foglaltakat, és alkossák meg a költségvetést megalapozó rendeletet. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Megkérdezném, hogy kérdés, észrevétel, javaslat valaki részéről. Nem látom, hogy lenne a Jogi Ügyrendi Bizottság tárgyalta, elnök úr.
Köszönöm a szót, a bizottság egyhangulag javasolja a testületek elfogadásra az erőterjesztést. Köszönöm szépen, a gazdasági bizottság szintén tárgyalta. Köszönöm szépen, a gazdasági bizottság szintén egyhangulag javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen, akkor kérem, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadtuk. Második napi rendi pontunk előterjesztés a Gólya Hír program bevezetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Kettő pont miatt is kell szükséges a rendeletet módosítani. Ugye 19 évben lett bevezetve a Gólya Hír program, a testület 19 decemberében határozott, hogy 2020-tól legyen egy ilyen, ami a újszülött babáknak a szüleit segíti. Ez egy ajándékcsomaggal indult, ami 20 000 forint értékű lett, időközben 30 000 forintra már felemeltük, és ugye az árváltozások miatt mindig szükséges. Most az egyik rendeletmódosítás az lenne, hogy ne írjunk bele számot, hanem értékkövető legyen, tehát ezt írjuk bele a rendeletbe. Hozzáteszem, hogy most mintegy 70 000 forint értékű az az ajándékcsomag, amit átadunk. Úgyhogy innen is köszönöm még egyszer a polgármester úrnak, hogy akkor ezt így, tehát az ő javaslata alapján indítottuk el. A másik pedig ugye, hogy a védőnök működtek közre ezeknek a csomagoknak az elkészítetésében, illetőleg az átadásában. Ugye a védőnök már nem tartoznak hozzánk, ezért a polgármesteri hivatal teszi ezt a dolgot, és ezt a rendeletben szintén módosítani kell. Megkérdezném, hogy valakinek kérdése az előterjesztéshez van-e, észrevétele, javaslata. Amennyiben nincs, szintén a jogi rendi bizottság tárgyalta. Köszönöm, a bizottság itt is egyhangulag javasolja a testületnek elfogadásra, és azt is meg kell jegyezni, hogy amikor először az önkormányzat volt az átadó a bölcsöde avatásakor. Igen. Jó volt látni, ahogy a kismama átvette, és utána vitte a férjnek, és mutatta, nézte, de hatalmas nagy dobozok voltak, és reméljük, hogy a költségvetést majd módosítani kell, hogy még több baba legyen, és akkor tudjunk ilyen módon is hozzájárulni, segíteni. Köszönöm. Köszönöm, gazdasági bizottság elnök úr. Köszönöm szépen, gazdasági bizottság is egyhangulag támogatja a javaslatot. Köszönöm, akkor aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadtuk. Következő napi rendi pont, előterjesztés a képviselőtestület 2024 évi munkatervének elfogadására. Jegyzőasszony. Tisztelt képviselőtestület, jogszabályi előírások alapján minden évben önök elé terjesztjük az SMS-szel egyezően a jövő évi munkatervet. Ez a főleg a kötelező tárgyalandó témákat tartalmazza, és bekérjük azoknak a véleményét, akiknek a körét az SMS meghatározza, hogy tegyenek napirendi javaslatokat. A beérkező javaslatokat általában beépítjük a munkatervbe, és amennyiben önök ezt elfogadják, akkor várhatóan ebben a tárgyalási rendben fogják a jövő évben a munkájukat végezni. Kérem önöket, hogy a tárgyi határozati javaslatot az írásbelivel egyezően fogadják el. Köszönöm. Én is köszönöm. Észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, minden bizottság tárgyalta, a jogi rendi bizottságot kérném. A bizottság szintén egyhangú szavazattal javasolja a testületnek elfogadásra a munkatervet. Köszönöm. Szociális egészségügyi bizottságot elnökét kérném. Ugyancsak egyhangulag javasolja elfogadásra. Köszönöm. Ifjúság, sport, kulturális bizottság elnöke. A bizottságunkat igen egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja. Köszönöm, és nem utolsó sorban a gazdasági bizottság is tárgyalta. Köszönöm szépen, a gazdasági bizottság is egyhangulag javasolja elfogadásra. Köszönöm, akkor kérem, hogy aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangulag elfogadtuk. Következő napirendi pont, előterjesztés közterület elnevezésére, szintén jegyzőasszonyt kérem. Tisztelt képviselőtestület, a jegyző hatáskörébe tartoznak a lakcímrendezési eljárások és a Soproni út 125 alatti ingatlan lakcímrendezési eljárása során észleltük, hogy új fejlesztési célok megvalósulásából következően újabb és újabb lakcímek létesítése szükséges. Bizonyos ingatlanok bejáratai a Soproni útra, bizonyos ingatlanoké Gyöngyvirág útra nyílnak, és ezek a fejlesztések előrevetítik azt, hogy rövidesen a háta mögött levő 169/1 helyrajzi számú ingatlannak is kell valamilyen lakcímrendezési eljárásba nevet adni, annak érdekében, hogy ott majd lakcímeket vagy székhelyeket tudjunk kiosztani, akár vállalkozások, akár magánszemélyek
személyek részére. Ez az Adria utca és a Szeder utca között helyezkedik el, ugye hátrébb, mint a Soproni út. Azt a javaslatot tettük azok után, hogy az önkormányzat honlapján és hirdető tábláján kifüggesztéssel közzétettük ezt az önkormányzati szándékot, melyre bejelentés nem érkezett, javaslat sem érkezett. Mi a határozati javaslatunkban ezért azt a javaslatot tesszük önöknek, hogy ezt a 169/1 helyrajzi számú kivett utat Ibolya utcának nevezzék el, ezzel illeszkedve a városrészben jellemző utcanevekhez, illetve hát egy elfogadható és talán egy szép virág nevét adnánk egy új közterületnek. Kérem önöket, hogy támogassák a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Kérdés, javaslat, észrevétel. Ifjúsági Sport Kulturális Bizottság tárgyalta. Köszönöm, a bizottságunk megfelelő elfogadásra javasolja az Ibolya utca elnevezést a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, akkor kérem, hogy aki egyetért, kéz felemeléssel jelezze. Szintén egyhangú. 5. napirendi pontunk, előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítására. Itt a jegyzőasszonyt kérném. Tisztelt képviselőtestület, a Szociális és Gyermekjóléti Központ már évek óta megrendezi minden nyáron a hagyományosnak mondható nyári napközis táborát, az úgynevezett Erzsébet tábort. Ez az idei évben is így történt. A táborok szakmai és pénzügyi ellenőrzése lezajlott, rendben lezajlott, viszont a támogató jelezte, hogy a végső elszámoláshoz egy úgynevezett kormányzati funkciókódnak az alapító okiratban történő szerepeltetése szükséges. Ez jelenleg az alapító okiratban nem szerepel, ezért tettünk javaslatot arra, hogy az alapító okirat módosításával ez a kormányzati funkciókód bekerüljön az intézmény alapító okiratába. A változás másik oka, vagy a módosítás másik oka az, hogy a Mosolyvár bölcsöde, mint új telephely, a megnyitás előtt a működési engedély megszerzéséhez bekerült, mint telephely az intézmény alapító okiratába, azonban címe Toldi utcaként került be, bejegyzése, ami helyesen Toldi út, úgyhogy most ennek a javítására is javaslatot teszünk az alapító okirat módosításával. Kérem önöket, hogy legyenek olyan kedvesek és fogadják el a javaslatot. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Jogi-ügyrendi bizottság tárgyalt, elnök úr. Jogi-ügyrendi bizottság szintén egyhangulag hozta meg a döntését, mely alapján javasolja a testületnek elfogadásra. Köszönöm. Kérdés, észrevétel bárki részéről. Amennyiben nincs, úgy kérem, hogy aki egyetért, kéz felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. 6. napirendi pont, szinte minden év decemberében ide szoktuk terjeszteni a testület elé. Előterjesztés az integrált településfejlesztési stratégia, vagy ami ismerjük ITS éves monitoring jelentésének elfogadására. Alpolgármester úr az előterjesztő. Köszönöm szépen. Monitoring bizottság elkészítette a felvizsgálatát, javaslatát, amelyet a képviselőtársaim olvashatnak a mellékletben, tartalmazza a befejezett fejlesztéseinket, a folyamatban lévőeket, illetve a tervezetteket is, illetve azokat a programokat, amelyeket részben a Kulti program kapcsán már érintettünk. Mi azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis összefoglaló anyag, aki teheti, és még nem olvasta el az éveket, tegye meg. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdezném, hogy valakinek kérdése, észrevétele. Nem látom, hogy lenne gazdasági bizottság tárgyalt elmúkor. Köszönöm szépen, a Gazdasági Bizottság egyhangú javaslatestületnek elfogadásra a jelentés. Köszönöm, akkor kérem, hogy aki egyetért, kéz felemeléssel jelezze. Aki nem ért egyet, és aki tartózkodik, megállapítom, hogy 11 igen, egy tartózkodással elfogadásra került. Már a 7. napirendi pontunknál vagyunk. Előterjesztés egy irodahelység közérdekű célból történő díjmentes használatba adásának meghosszabbításáról. Ez itt a Pártok házánál van egy 23 négyzetméter alapterületű iroda, és ezt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület használja, és további egy évre való meghosszabbítását kérte ennek az irodának. Kérdezném, hogy kérdés, észrevétel, én javaslom, hogy járuljunk hozzá, mert szükségük van rá. Amennyiben nincs, szintén a Gazdasági Bizottság tárgyalta, elnök úr. A Gazdasági Bizottság egyhangulag javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen, akkor kérem, hogy aki hozzájárul, kéz felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadásra került.
8. napirendi pontunk, ez az élhető településfejlesztő és Csornány című pályázathoz szükséges a konzorcium megállapodás módosítása is. Az előterjesztésben leírtuk, hogy miért szükséges, itt a közbeszerzési eljárás megindításához lesz szükséges, hogy mi közös ajánlat kérünk, lépjünk fel a Csorna projekt, ugye a konzorciumi partnerünk, és mivel itt magasépítés és mélyépítés is lesz, ezért szükséges, hogy módosítsuk a konzorciumi megállapodást. Kérdésem, hogy maga a közbeszerző kiválasztásra került, úgyhogy valakinek kérdése van-e? Nem látom, hogy lenne, szintén a Gazdasági Bizottság tárgyalt elnök úr. A Gazdasági Bizottság szintén egyhangulag javasolja elfogadásra a testületnek. Köszönöm szépen, akkor kérem, hogy aki elfogadja, kész felemeléssel jelezze. Aki nem fogadja el, és aki tartózkodik, megállapítom, hogy 11 igen, tartózkodással elfogadásra került. 9. napirendi pont, előterjesztési őszi temetkezési Kft. Szolgáltatási díj felülvizsgálatot tárgyában a polgármester úr az előterjesztő. Igen, köszönöm szépen, a őszi temetkezési Kft. December elején levélben kérelmezte többek között a temetkezési megváltási díjának, illetve a temetői díjaknak a módosítását 24. január 1-től. Átlagosan egy 10%-os emelést javasolnak. Nem szeretnék nagyon sokat beszélni erről a témáról. 23. márciusában döntöttünk már egy 10%-os emelésről, és javaslom, hogy ne terheljük tovább a lakókat, úgyhogy ne támogassuk a jószínnak a kérelmét az emeléssel kapcsolatban. Köszönöm. Teljes mértékben egyetértek, de meghallgatjuk a Gazdasági Bizottság, mit mond. A Gazdasági Bizottság is ezzel a javaslattal egyetért és egyhangulag támogatta, és mivel a mai nap folyamán elméletileg én most szólalok meg utoljára, egy zárójeles megjegyzést hadd engedjenek meg nekem, hogy éppen néztem itt a jegyzőkönyvünket, a Gazdasági Bizottság, mint aki a legtöbbet foglalkoztatott bizottság itt az önkormányzatnál, az idejében 99 határozatot hozott, a 100 pont nem értük el, de így szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebbe segített. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Jogi Rendi Bizottság. Temetkezési céggel kapcsolatos dologról van szó. A képviselőnek adom meg a szót. Én hadd mondjam, tegnap voltam ebben a felső temetőben. A szemetest nem lehet megközelíteni, mert bokáig ég a sár. A járda, az utcán lévő járda a parkolótól szintén hihetetlen térdig érő a falevél. A temető bejáratánál is, legalábbis amíg az építkezés tart, a járda rettenetesen sáros. Most a karácsony előtti hét következik, biztos, hogy sokan kilátogatnak a temetőbe. Nem tudom, kinek a feladata, milyen, hova tartozna, de egy kicsit ezt meg kellene most, még a napokban. Hát nem azt mondom, hogy szombaton vagy vasárnap, de még a jövő hét legkésőbb az elején egy kicsit rendbe tenni. Rendben. Mint ahogy a minden szentek előtt is napi szinten szekáltuk őket, mert csinálják, de ugye több temető üzemeltetését is csinálja a Jószi. Ugyanúgy két naponta most is jelzünk nekik, hogy ugyanúgy a szemetesnél, stb. Milyen napon? Csütörtök, ja. Kedden ment a levél. De előtte újból felhívjuk, teljesen igazad van, ilyenkor azért sokan kimennek karácsony közelettével is az elhunyt szeretteikhez. Mindenféleképpen mondom, ezt mondani se kell, mert szinte naponta, két naponta foglalkozunk vele. Sőt, tovább megyek, jó magam is már, most már évek óta gyakorlat, hogy be is kéretem a képeket, hogy elvitték. Igen. Tehát nem csak az, hogy leírják, hogy elvittük, hanem képeket is, amin ott a dátum csatolnak. Úgyhogy nem kaptam még meg, úgyhogy valószínű, hogy ezért van. Jó, de mindenféleképpen jelzünk neki. Jó, köszönöm szépen. Még valakinek észrevétele, javaslata? Jó, és akkor most ez a határozati javaslata arról szól, hogy ne legyen díjemelés. Kérem, aki egyetért, kész felemeléssel jelezze. Egyhangulag elfogadásra került. Az utolsó három napirendi pontnál engedje meg a tisztelt testület, hogy egyben mondja el a jegyző azt, hogy mind a három év rendezési terv végső döntés előtt, ez is már mind a három többször volt itt a testület előtt, hogy egyben mondja el, aztán majd külön szavazhatok. Jó? Tisztelt képviselő testület,
A három kérelem, a MIZO, a Renovó és a BNF Kft. Kérelmére indult eljárásban került most ide önök elé. Ezek az eljárások, mint számos más rendezési terv módosítási eljárásunk, szinte végső fázisába érkezett. A múlt pénteken volt egy egyeztetés az állami főépítésznél a kérdések lezárására vonatkozóan, ahol polgármester asszony a település tervezővel és a település rendezővel közösen egyeztetett az állami főépítésszel, aki jóváhagyását adta ezeknek az eljárásoknak a lezárásához. Ezt a szóbeli, pénteki szóbeli jóváhagyást ezen a héten küldte meg számunkra, és ennek segítségével foglaltuk írásba a határozati javaslatokat, illetve magukat, az előterjesztéseket ennek az írásban benyújtott, hozzánk beküldött, megküldött szakvéleménynek az alapján terjesztjük most önök elé. Azt kérem önöktől, hogy fogadják ezt el, ezzel ezeket az eljárásokat érdemben le tudjuk zárni. Nyilvánvaló, hogy még lesznek benne más szakhatósági döntések, amelyek a végső főépítési vélemény után kell, hogy kibontakozzanak, vagy beszerzésre kerüljenek, vagy közlésre kerüljenek, de akkor tegyük meg azt a lépést, amit a képviselőtestület ezekben a fejlesztési ügyekben meg tud tenni, támogassák a határozati javaslatokat, kérem, illetve hát ahol van olyan, hogy rendeletmódosítás, akkor majd azt támogassák. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Nem bontanám ki, mert részletesen leírtuk az előterjesztésből, hogy melyik pontosan miről szól és milyen műszaki fázisban van az ügy. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, és szakmai kifogású egyékesen érkezett az ő részükről. Megkérdezem, hogy akkor kérdés van-e? Nem látom, hogy lenne ezeket. Igen, akkor készült el erről, tájékoztatás történt ott a gépén, de akkor még nem került kiosztásra. De tegnap kiküldtük. Úgy értem, hogy a bizottságból is előbben került kiosztásra, úgyhogy ők nem tárgyalták, úgyhogy külön-külön teszem föl akkor. Tehát akkor az egyik a legelső, az a szólemizó kérelmére, ami indult. Kérem, aki ezzel egy határozat és egy rendelet, akkor először a határozatról döntsünk, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, aki a rendelettel, szintén egyhangú. A következő a BNF Kft. Kérelmére, szintén egy határozat és egy rendelet lesz, aki a határozattal egyetért, kérem kézfelemeléssel, egyhangú, és aki a rendelettel, szintén kézfelemeléssel, kérem, szintén egyhangú. És a harmadiknál, ami a Renovó 82 Kft. Kérelmére indult meg még annó, szintén határozat és rendelet, aki a határozattal egyetért, egyhangú, és aki a rendelettel, egyhangú. Én is köszönöm. Na, a gép végére értünk. Tisztelt képviselőtestület, írásban beszámoltam a testület lejárt határidői határozatainak végrehajtásáról, átruházott hatáskörei gyakorlásáról. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy ehhez van-e kérdésük. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Egyhangú. A bizottságok elnökei írásban szintén beszámoltak. Ehhez van-e kérdés? Nem látom, hogy lenne. Aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel köszönöm, megállapítom, hogy elfogadtuk egyhangulag. És most kérdezem meg képviselőtársaimat, hogy napi rendek után valaki felszólalásra kér engedélyt. Megadom a szót Hányos Károly képviselőnek. Köszönöm szépen. Információim szerint holnap érkezik Csornára, postára a konzultációs lapok. Valószínűnek tartom, hogy jövő héten minden érintetthez el is jut. Én azt szeretném kérni, nem csak a teremben lévőktől, a tévénézőktől, egész Csornától, járástól, vármegyében élőktől, senki ne röstelje azt a pár percet rá áldozni, és amikor megkapja, vagy aznap, vagy másnap, töltse ki és juttassa el a gyűjtőhelyekre, itt a postaládát vagy a postát értem alatta, mert ha csak félre tesszük, hogy majd az ünnepek alatt lesz időnk, vagy a két ünnep között, mert szabadságon leszek, nagyon sokszor előfordul, hogy elkeveredik. Tehát éljünk a lehetőséggel, és én azt gondolom, hogy a hazánk, nemzetünk ennyit meg is érdemel, én magam részéről pedig elvárásnak tekintem. Köszönöm szépen! Én is köszönöm!
Még valaki felszólalásra kérhetett, amennyiben nem, tájékoztatom a tisztelt testületet, hogy az ülés megelőző harmadik nap 12 órai képviselő interpelláció hozzám nem érkezett. Lehetőséget adok kérdések ismertetésére. Közérdekű kérdés. Szintén nem látom, hogy lenne. Mielőtt megköszönném a részvételt, sok szeretettel hívom meg városom polgárait és az érdeklődőket. December 17. napján, azaz most vasárnap, 3 órától kezdődő adventi ünnepváró rendezvényre, a Városháza előtti térre. És még mindig hadd mondjam el, mielőtt bezárom az ülést, hogy mindenkinek békés, boldog karácsonyt kívánok. Mai nyilvános ülésünk végére értünk, az ülést bezárom. Köszönöm szépen a részvételt!